Nagy csütörtökkel a Szent Háromnap veszi kezdetét, az egyház ezekben a napokban emlékezik meg az emberiség megváltásáról. A nagy csütörtöki utolsó szentmisén az utolsó vacsorára emlékeznek, valamint az oltári szentséget őrzési helyére viszik, ami egészen a nagy szombati feltámadási mise áldoztatásáig ott is marad, a szentmise végén pedig sor kerül az oltárfosztásra. Az oltárfosztás ez Jézus elárulását jelenti, tehát ahogy Jézus Krisztust elárulták az utolsó vacsora után, amikor az olajfák hegyén imádkozott. Jelenti ezt, hogy mi is bevonulunk a legteljesebb bőtbe. Nagypénteken teljesen, dísz nélkül való a főoltár, mutatja ez, hogy mindentől mi is megpróbálunk megszabadulni ebben a világban, hogy teljesen a figyelmünket, a hálánkat Istennek ajándékozzunk. Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, Jézus elítélésének, megkínzásának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán. Húsvét szombaton a fiatalok sem maradnak program nélkül itt Magyarkanizsán, hiszen itt a Szent Űrangyalok római katolikus templomban tojáskeresést szerveznek nekik reggel 9 órától 11 óráig.